Na hát ez a széndiokszidos fegyver, ami nyilat meg csavart tud kilőni, ilyen szívószál, aminek a vége egy kicsit így ki van tágítva, hogy rátérjen a másik szívószálra, mi az? Semmi. Jó. Ez már hosszabb. Most beletöltjük a patront, széndiokszid patront. Hát egy nyomás keletkezze a palackon. Igen. Ez hány bár nyomás egyébként? Hát ebbe olyan 60 körül lehet, a palacból meg olyan 10 körül lesz. Jó. Kivágjuk a fejemet, hogyha benne volt, és akkor ez most hideg lesz. Nagyon hideg. Ilyen megjegyzései vannak. Akkor ezt itt megcsináltam szigetelő szalaggal, hogy tökéletesen illeszkedjen a szívószálba. Ezzel a végére kell inni. Ez lesz a célpont. Mehet. Akkor egész. A tép, hogy nem jött ki a másik oldalra. Nem jött. Hogy van? Csúszik. Na, egész hatékony. Így már. És ezzel csavarokat is ki tudunk lőni majd, hogyha letisztítom a csavarokat. Átlőtte? Át. Ilyen hosszan bele. Akkor ez a csavart teszünk most bele. Hát ez nem illeszkedik bele tökéletesen, úgyhogy ez nem fog annyira menni. Ide van. A ilyen gombos tűről levágtuk a gombot, és belerakjuk a sprének a csövébe. Ezt diszkréten beszélünk.